Köszöntöm Önöket, a közügyeket látják. Szerbiába is megérkezett a madárinfluenza. Mi a teendőnk? Erre a kérdésre keressük a választ. Aztán majdnem 1000-en várnak új szervre Szerbiában. Van-e erre most gyorsan megoldás? Keressük Visnyevác titkát is, a Szabadkához tartozó településen, ugyanis igencsak gyakori vendég a gólya. Mi a településnek a titka? Aztán van-e alternatívája Csirke Párizsinak, ami egészséges és nem túl drága? Ezek lesznek ma a közügyekben. Kezdünk! Vajdaság szerte több települést nyilvánítottak veszélyeztetetté a madárinfluenza miatt. Nagybecskereken még a múlt hét elején, Apatinban pedig tegnap találtak hattyútetemeket. A baromfitartók elővigyázatosak, többségük betartja az intézkedéseket. Mit tehetünk? Ez is kiderül hamarosan. Nagybecskerek város területén két helyen találtak elhullott hattyúkat a vadőrök, amelyekről megállapították, hogy madárinfluenza végzett velük. Az állategészségügyi felügyelőség fertőzött területnek nyilvánította a lelőhelytől számított 6 kilométeres körzetet, veszélyeztetetnek pedig a 10 kilométeres körzetet. A Muzsai Müller János félti szárnyas jószágait. A livákat eladtuk. Ez a kevés baromfia, ami van, hát ezt már most a mire iszünkre hagytuk, ezek itt el szabadon vannak. Hát remélem, hogy tán nem lesz vele semmi gond. A házi szárnyasok közül a galambok fertőződhetnek meg legkönnyebben. Szabó János galambász ilyenkor télen nem engedi repdesni fajgalambjait. Itten a ketrezben vannak, a télen-nyáron védve vannak, oltva vannak, és hát takarítani kell őket, ami mostan, ahogy mondtam is, mikor beszéltünk először, hogy sajnos nem tartom rendben, mert nem lefagyott mindennek a piszkuk, és nem lehet rendbe tartani. A nagybecskereki Anna Márkov már 17 éve foglalkozik csibetenyésztéssel. Állományát mindig állatorvosi felügyelet mellett neveli fel. Izi mi lett rádim. Rádim preko veterinárskoba, vagy kak se zove, preko veterinárske stanice, preko Dimića, oni mi ljudi daju savet, oni mi ljudi daju, kad daju mi, znači sve usluge što meni treba. A középbánáti körzetben a vadőrök mintegy 800 hattyút számláltak meg, és csak nem 10 olyan helyet tartanak számon, ahol télen gyülekeznek a hattyúk. 8 jedinke je pronađeno, zajedno s veterinarskom inspekcijom, znači svi uslovi su ispoštovani što se tiče toga, sve su te jedinke pokupljene i ovdje na jezeru smo čak našli jednu jedinku koja je doletela iz Mađarske. A középbánáti térség mellett vasárnap a nyugat-bácskai Apatint és a környékbeli falvakat, Szondot, Bácskertest és Bács-Szent Ivánt is veszélyeztetett területté nyilvánították. Apatinban egyelőre két hattyú tetemében mutatták ki a H5N8-as vírustörzs jelenlétét, viszont itt sokkal nagyobb a fertőzés veszély, mint másutt, hiszen a Dunának ezen a szakaszán rengeteg hattyú és vadkacsa tanyázik, úgyhogy ők potenciálisan tovább terjeszthetik a madárinfluenzát. A H5N8 terjedésének megakadályozására válságtörzs alakult. Az Apatin környéki falvakban szinte minden udvarban vannak szárnyasok. Zsibinu, imám, tresko oka. Nisu bolesne? Nisu bolesne. Dali ste ih zatvorili zbog piče gripa? Ništa. Imaju svoje ograđeno i tu su. Bácskertesen már elővigyázatosabbak az emberek, szinte mindenütt üresek a gazdasági udvarok, bezárva tartják a házi szárnyasokat. Molnár Veronának 30 szépen tojótyúkja van és csibéi. Ő is hallott a fertőzés veszélyről. Igen, hát most én bezorva tartom iket. A házi baromfinál tömeges, több mint 90%-os elhullást okozhat a H5N8. Az emberekre nem veszélyes. A szakemberek szerint azonban nem lehet tudni, hogy a vírusmutációk mit hoznak majd. Az illetékesek arra figyelmeztetnek, hogy mindenki csak ellenőrzött eredetű szárnyas húst vásároljon. Magyarországon egyébként már november óta jelen van a H5N8 vírus. Több tízezer szárnyast kellett megsemmisíteni az elmúlt hónapokban.
November végén a magyar-szerb határövezetben húzódó területet 10 km mélységben veszélyeztetett területté nyilvánították. Akkor emiatt Szabadkán, a Nagybani piacon, valamint Magyarkanizsán és a környékbeli jószágvásárokon tilos volt az élő baromfi és a díszmadarak árusítása. Perceken belül vendégem lesz a stúdióban Hegedűs József állatorvos, előtte azonban még maradunk Apatinban, ahol kollégám Mészáros György Zorán Mandityota, az állategészségügyi állomás igazgatóját kérdezte az intézkedésekről. Разговарам с господином Зораном Мандичем, директором ветеринарске станице Апатин. Апатин је у недељу проглашен зараженим подручјем због птичјег грипа. Добар дан и добродошли у нашу емисију. Какво је тренутно стање? Добар дан и добро нам дошли. Овако, по решењу Министарства управе за ветерину донешено је решење о проглашењу града Апатин зараженом зоном. А угрожена подручја у општини Апатин су населена места Свилова, Evo Sonta, Kupusina i Prigrevica. Poduzete su mere intenzivne kontrole na u zaraženom području aktivnih farmi, komercijalnih farmi koje imaju uzgoj tovne živine i koje se bave proizvodnjom. Svi vlasnici su obavešteni, poduzete su mere aktivirani krizni štab opštine Apatin, obaveštena je normalno policija i ovo zbog kretanja na području same opštine. U ugroženim područjima vrši se intenzivan popis svih gazdinstava koja drže živinu kako bi imali uvid u stanje koje se nalazi na terenu. Znači sva domaćinstva koja imaju živinu mogu se i javiti nadležnoj veterinarskoj stanici. Ako dok ne dođu djelatnice veterinarske stanice u popisu, u kontroli, da prijave da imaju živinu i bilo kakav uginuća da se pojave koje su sumnjiva, normalno da se obrate veterinarskoj stanici i kriznom štabu. A ako ne mogu da nađu nekog od njih, obavešta se i nadležan veterinarski institut u Somboru koji je nadležan za preuzimanje leševa koji se nađu na zaraženom i ugroženom području. Zbog čega je Apatin proglašen zaraženim područjem? Područje Apatina je proglašeno zaraženim područjem zbog nalaska uginuća labudova kod restorana Kruna. Nađena su dva labuda u kojima je potvrđen virus ptičije gripe H5N8 i zbog toga su poduzete mere i prepisane donešeno rešenje koje nalaže da se poduzmu te mere u sprečavanju širenja zaraze. Nažalost, zaraza može da se širi, pošto smo uočili da je prisustvo labudova i divljih gusaka, divljih pataka jako intenzivno, znači ima mnogo tih divljih ptica. Pa, ovo je sad inače sezona kad labudovi normalno na ovim terenima zimuju, što bi rekli. A oni su prenosioci, nosioci tog virusa koji je vrlo patogen za domaću životinju. Nije opasan, virus nije opasan za ljude, ali stvara velike probleme u živinarstvu i kod domaćih i ukrasnih ptica. Zato se poduzimaju sve mere da i moli se sve državoci takih životinja da drže svoje životinje u zatvorenim prostorima da bi se izbjegao kontakt sa tim divljim pticama koji su prenosnici. Znači da ne bi došlo do kontakta preko vode, preko izmeta ili što kaže direktnim kontaktom sa labudovima. Da li će se vršiti vakcinacija domaće živine? Pa pazite, odluku dalje donosi Ministarstvo poljoprivrede, ali se savjetuje normalno da svi vlasnici živine provode po programu, što je obavezno o zdravstvenoj zaštiti živine, sve mere koje su naređene. Tako da sam vlasnik trebao bi da ispoštuje sve te propise. Ima dovoljno nabavljene vakcine za sprečavanje uzme bolesti kokošije kuge, koja je isto virusnog tipa. A sve dalje će naložiti samo ministarstvo i uprava za veterinu. Hvala lepo na razgovoru. Kedves nézőink, a közügyekben Mészáros György riportját látták Zorán Mandicsal, az Apatini Állategészségügyi Intézet igazgatójával.
Vendégem a stúdióban pedig Hegedűs József állatorvos. Jó estét, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Kezdjük rögtön azzal, hogy mi is az a madárinfluenza, bár nem most beszélünk erről először. A madárinfluenza egy vírusos betegség, amely a madarakat betegíti meg elsősorban. Lehet, hogy évmilliók óta már jelenlévő betegség, és időnként ilyen robbanásszerű elterjedése van. Ugye nemrégiben Magyarország kapcsán hallhattunk arról, hogy milyen nagy pusztítást is végzett ez a vírus. Az, hogy most sorra jelennek meg a hattyútetemek országunkban, ez mit jelenthet? Tehát ez már az a mennyiség, amely itt is nagyobb gondokat okozhat? Gondot okoz mindenféleképpen, hogyha egy helyen jelentkezik, vagy több helyen egyszerre. Tehát alapból a megjelenése már gondot jelent. Tehát a vírus terjedése általában a vonuló vadmadarak vándorlásához kötött. Ugye a bejátszásban állandóan a hattyútról hallhattunk, de ez nem azt jelenti, hogy csak és kizárólag a hattyúk terjesztik. A hattyúk és a vadkacsák a legfőbb terjesztői, de a vadludak is ugyanúgy terjesztői lehetnek. Szinte az összes madár fogékony erre a betegségre, de leginkább a vízi madarak azok, amelyek terjesztik. Akkor a víz közelében élők nagyobb veszélynek vannak kitéve? Pontosan így van, tehát ahol megjelent a betegség, például a Ludasító környékén, vagy Apatin, vagy Szent Tamás, vagy Zrenjanin környéke, ez mind vízfelületekhez kötött megjelenést jelent. Ugye mi most Közép-Bánátról beszéltünk, Nagybecskerekről és környékéről, illetve Apatinról. Ön említette Ludast és Szent Tamást, ezek mostani esetek? A Ludasi az nem mostani eset, a Szent Tamási az újabb eset. Mit lehet ilyenkor tenni? Ugye egyrészt halljuk, hogy az állatokat, a jószágot, a baromfit legjobb zárt helyen tartani. Ez mindenféleképpen elegendő? Általában elegendő. Tehát az, hogy a vadmadarakkal, vagy azoknak a váladékaival ne kerüljenek közvetlen kapcsolatba a mi házi madaraink. Ennyi elegendő, hogy ne legyen fertőzés. Halljuk azt is, hogy a terepet járva a szakemberek oltást is javasolnak, mégpedig baromfipest is ellen. Ez mire jó? A baromfipest is egy másik vírusos betegség, amely szintén nagy gazdasági károkat tud okozni, és nagyon fertőző betegség, és Szerbiában állandó jelleggel a baromfi állományokat védeni kell a pest is ellen, oltással lehet védekezni ellene, és ezúton most is minden baromfi tartó fel van szólítva arra, hogy ezt az intézkedést azért, hogyha madárinfluenza most a fő veszély, de hogy a baromfi pest is elleni védekezésre hanyagolják el. Nagybecskerek kapcsán lehetett azt hallani, hogy ez a fajta védőoltás erősítheti a baromfinak az immunrendszerét, és ha nem is maga a madárinfluenza ellen véd, de egy jó kis immunerősítő. Létezik ez? Hát megerősíti utólagosan az immunválaszt, de kizárólag a baromfi pest is ellen erősíti meg az immunválaszt. A baromfi influenza ellen sajnos nem fog védeni. Amikor ilyen egy területet fertőzötté nyilvánítanak, akkor milyen lépéseket kell tenni azon kívül, hogy hát a lakosságot felszólítják? Vannak valamilyen ellenőrző mechanizmusok? Persze az állatorvosi felügyelet állandóan ellenőrzi az előírt intézkedéseknek a betartását. Tehát a legelső dolog az, hogy nyilvántartásba venni a baromfi állományokat, mert sajnos a kis létszámú baromfi állományok könnyen meg lehet őket alapítani is, de meg is szüntetni őket. És hogy pillanatnyilag, hogy hol van baromfi, feltérképezni, ez a legelső lépés. Utána pedig megoldani azt, hogy zárt környezetben legyenek tartva, hogy onnét termék, baromfi termék, esetleg vágott baromfi vagy tojás ne nagyon kerüljön ki olyan területre, ahol tovább fertőzhet. Ez kötelező érvényű, tehát ilyenkor a baromfit bezárni, vagy akár a díszmadarakat is, mert hogy hallottuk, hogy azokat is veszélyeztetheti ez a vírus, vagy pedig egy javaslat, és mindenki eldönti, hogy mit szeretne.
ez nem úgy működik, hogy eldöntjük, hogy mit szeretnénk, hanem kötelező, érvényű. Tehát az állam betartatja ezeket az intézkedéseket a fertőzött körzetben, amely általában 3 kilométeres sugarú kört jelent attól a helytől, ahol megjelent a betegség. Igazoltan influenzáról van szó, barofinfluenzáról, és 10 kilométeres sugarú körben pedig enyhébb intézkedéseket vezetnek be, ez az úgynevezett veszélyeztetett körzet, hogy innét ne terjedjen, tehát hogy ezen a körön belül maradjon esetlegesen a betegség. Az, hogy Magyarországon a határ közelében is ilyen nagy pusztítást végzett nemrégiben a madárinfluenza, az minek tudható be, hiszen hogyha ott is ilyen intézkedések vannak, már pedig lehetett arról hallani, hogy zárva kell tartani a baromfit, mégis nagy állományokat megsemmisítettek végül. Igen, tehát itt nincs gyógykezelés, megelőzés is, csak ilyen állategészségügyi, higiéniai módszerek betartásával lehet védekezni. Viszont ha már az állomány befertőződött, akkor csak egy megoldás van, annak az állománynak a kiirtása. Ezt úgy lehet tapasztalni otthon, hogyha hullanak a baromfék, nyilvánvaló, és ezt jelenteni kell? Így van. Tehát jelenteni kell, hogyha a betegség olyan gyors lefolyású tud lenni, hogy külső tüneteket nem is mutatnak a beteg madarak, hanem csak elhullanak szinte egyik napról a másikra, vagy egy-két napos betegség után. Ilyenkor kell értesíteni az területileg illetékes állatorvost, aki tovább intézkedik, hogy ezek a tetemek el legyenek szállítva az állategészségügyi intézetbe, ahol diagnosztizálják, tehát megállapítják, hogy madárinfluenza, vagy esetleg más betegség miatt hullottak el. Most ugye elszórtan jelenik meg maga a betegség. Ez helyben tartható az ön meglátása szerint, vagy újabb gócpontok jelenhetnek meg? Ez mind a vándormadarak vonulási irányától és a mennyiségétől függ. Tehát ha nagy tömegben vándorolnak vándormadarak és fertőzöttek, akkor nagy a valószínűsége, hogy ott, ahol nagyobb tömegben jelennek meg, a fertőzés is előbb-utóbb felüti a fejét. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Szívesen. Szerbiában majdnem 1000-en várnak valamilyen szerv átültetésre. Az országban ugyanakkor kevesebb, mint 3 donor jut 1 millió lakosra. Az újvidéki Radoslav Jovicsics már gyerekkorában tudta, hogy problémák vannak a húgyvezetékével. A most 43. életévében lévő férfi 24 éves korában szembesült azzal a ténnyel, hogy veséi teljesen felmondták a szolgálatot. Ne mogu reći, sem bio pripremljen, možda neko ko nikada nije čuo za to, ima sigurno veći problem, ali sam svakako bio potpuno iznenađen šta je to dijaliza. Prvih 1, 2, 3 puta sam zaista mislio, kao i većina ljudi koji misli da sam došao tu, 2, 3 puta će me uključiti, očistiti i to će biti to, nešto će se popraviti. Međutim, kako je vreme prolazilo i lekari su me polako uvodili, rekli su, znači, ili dijaliza ili transplantacija, što se života tiče, treće nema, jel? To je ono što očekuje svakog pacijenta kome otkažu bubrezi. Radoslav hetente 3-szor jár dialízisre, és minden alkalommal legalább 4 órát tölt a kezeléseken. Szerinte a legfontosabb odafigyelni az orvosi utasításokra, betartani az étrendet és elfogadni ezt a fajta életmódot. Ami természetesen nem könnyű, hiszen a kezelések sok időt vesznek igénybe. Radoslav fényképésznek tanult, és az első néhány évben még sikerült valahogyan a kezelések mellett is állandó munkaviszonyban maradnia. Ma pedig rokkant nyugdíjasként a családi vállalkozásban segítkezik. Znači, ja sam zaista u tom životu posle dijalize uspeo i da nastavim posao sve do momenta dok nisam zaista shvatio da ne mogu to da radim. Znači, 4-5 godina sam i radio. Posle toga sam uspeo i da se oženim i da zasnujem porodicu. Sada trenutno, evo, kao pomažem suprugi koja ima svoju firmu, radim grafički dizajn i volonterski, a naravno radim kao sekretar u Savezu bubrežnih invalida Vojvodine. Svi oni koji me poznaju, znaju tačno
kako živim, znaju koliko mi je teško, ali često daju za primjer kada neko ima neki problem, pa kažu, ma nemoj, seti se Jovičiće, kao kakav je to problem. Tako da negde često ljudi spomenu da posle 20 godina sam ja na dijalizi, posle 20 godina dijalize zaista ne mogu reći da mi je propao život i da nisam proživeo te godine. Jer uvek sam rekao da nema te dijalize, već bi odavno zaboravili da sam postojala, ovo je jednostavno mogućnost da se živi. Radoslavnak az évek során egyszer már sikerült átesnie egy vese átültetésen, azonban 3 év után az is felmondta a szolgálatot, így most ismét a várakozók listáján van. Da postoje liste jedinstvene, da postoji uređen sistem kao što ne postoji, sigurno bi možda i 2-3 puta do sada bio transplantiran. Do prve transplantacije sam čekao 17 godina. Siguran sam, ajde, ne mogu da uzmem one godine neke ratova, sankcije i svega gde nam nisu čak ni dozvoljavali kadaverične transplantacije, ali ne ulazim u to. Jednostavno da postoji sistem koji je uređen, sigurno bi svaki pacijent bar jednom, dva puta, možda neko i tri puta dočekao transplantaciju, ukoliko bi se desilo da to ne uspe kao što kod mene, ne da nije uspelo, ali je trajalo 3 godine. Mora da se radi na tome da se poveća broj i donora i transplantacija, ali prvenstveno da ljudi, svi ljudi koji su, da kažem, državljani koji žive ovde, shvate šta znači biti donor. Čak i ako nije potpisao karticu, jednom momentu ako se nešto slučajno desi, ako pitaju da li će dozvoliti da se organi njegove neke, da kažemo, rodbine ili, ne znam, rovoljene osobe doniraju, da kaže, ok, znam šta je to, znam kako se to radi, znam koliko pomaže drugim ljudima, ok, prihvatit ću da se ti organi iskoriste. Radoslav örömmel fogadta azt a hírt is, miszerint január végén Szerbiát felvették, még ha csak próbaidőre is, az Eurotransplantba. Reményei szerint ez is növelheti az esélyét annak, hogy ő és társai a közeljövőben új vesét kapjanak. Vendégem a közügyekben Bagi Bolyán, a Szabadkai Közkórház anesteziológiai és intenzív osztályának vezető főorvosa. Szép estét, köszönöm, hogy eljön. Mindenki, hát nem mondom, hogy euforikusan, de nagy örömmel fogadta ezt a hírt, hogy Szerbia egyéves próbaidőre az Eurotransplant tagja lett. De mit jelent ez valójában orvosi szemmel? Az Eurotransplantnak tagja lenni, ez nagyszerű dolog. Ez valójában minden országnak célja, és ez az egyéves próbaidő, ez is nagyszerű dolog, de nagyon messze vagyunk az eufóriától, így definiálnám az egész dolgot. Azért, mert ez az egy év alatt nekünk lehetőségünk lesz, ez egy valójában egy folyamat, ahol lehetősége lesz a speciális csoportnak, beteg csoportnak, hogy szervhez könnyebben jusson. Például a gyerekek, vagy olyan betegek, akiknek szervet nem tudunk Szerbiába biztosítani. Valójában az Eurotransplant. Mi az az Eurotransplant? Az Eurotransplant az egy olyan, úgy mondanám, rendszer, amely 8 országban működik. Magyarország, Németország, Hollandia, Szlovénia, Horvátország, Ausztria és Belgium. És valójában egy nagy potenciált jelent, egy nagy lehetőséget, azért, mert 135 millió donor, potenciális donorról beszélünk. Mai világban kétfajta transplantáció lehetséges. A transplantáció, kadaverikus transplantáció, az azt jelenti, hogy élő embertől veszünk szervet és átültetjük annak a betegnek, akinek szüksége van erre a szervre. A másik lehetőség pedig, hogy olyan betegtől, aki agyhalált szenvedett, vagyis agyhalálos betegtől, olyan embertől veszünk szervet, és ezt átültetjük olyan betegnek, akinek valójában erre a szervre szüksége van. Transplantáció az egy terápiás módszer. Az valójában olyan betegeknek gyógyszer, akiknek már más lehetőségük nincs, vagyis amikor a szerv teljesen fölmond, akkor csak az egyetlen egy lehetőségük van. És maga az Eurotransplanthoz csatlakozás az egy folyamat. Az nem egy napról másikra megy. Ez a próbaidő alatt nagyon sok követelményt teljesítenünk kell. Mindjárt erre kitérhet, csak azt magyarázza meg nekem, hogy hát nagyon egyszerűen fogalmazva, még tavaly az év végén is azt hallhattuk a témában, hogy Szerbia nagyon messze van attól az itteni kultúrát, donor szokásokat figyelembe véve, hogy bekerülhessen egy ilyen szervezetbe. Aztán puf neki január elején. Ez egy jó hír, csak hogy jutottunk el odáig? Ez egy kiváló hír. Valójában ez egy nagy lehetőség, ezt úgy kell felfogni. Egy nagy lehetőséget, amit majdnem ajándékba kaptunk, és valójában
ahhoz, hogy fölzárkózunk azokhoz az országokhoz, ahol az Eurotransplant működik, ahhoz nekünk sokat kell teljesíteni. Az első nagyon fontos dolog az, hogy elégséges donorunk kell, hogy legyen. Ebben a pillanatban Szerbiában tavaly 1,67 vagy majdnem 2 donor lett 1 millió lakos, az azt jelenti, hogy Vajdaságban 4 donor egész évre. Ahhoz, hogy Eurotransplant tagja legyünk, 10 donorra kell. Hát akkor 10 van donorra. Még mit dolgozni? Hát van mit gyűrni, van mit dolgozni. Ez a valójában ezt a magas lécet úgy tudjuk elérni, hogy teljesen megváltoztatjuk a gondolkodásunkat. Először is ezek a donorkártyák, amik most vannak folyamatban, ezek olyan lehetőségek, hogy valaki, aki szeretné a szervét felajánlani a véletlen balesetnél, ahol agyhalált szenved, akkor ő ezt meg tudja csinálni. De ez nem elégséges, azért, mert a család bármikor azt mondhatja, hogy nem, és itt leáll az egész folyamat, és a szervet nem tudjuk kihasználni. Horvátországban, Spanyolországban, más országokban ez úgy működik, hogy minden olyan ember, aki nem írta alá az élete során azt, hogy ellenzi azt, hogy a szervét donorként, hogy a testét vagy a szervét donorként felhasználják, valójában mindenki potenciális donor. Tehát akkor elsősorban törvénymódosításra lesz szükség. Törvénymódosításra van szükségünk, és itt nagy politikai erőre is van szükségünk, és itt hála Istennek a vajdasági lakó soknak is a közösségnek, ezen belül a magyar közösségnek is nagy ereje az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségnek van olyan embere, olyan pozíción, ahol ezt tudja menedzselni. Az egészségügyi államtitkára gondol, de ne vigyük a politika felé most ezt a beszélgetést. Maradjunk most annál, hogy ezzel az egy év próbaidővel kik juthatnak esélyhez egy új életre, és milyen formában? Igen, ezt a rendszert, ezt nem, ahogy mondta, ezt nem kell úgy elképzelni, hogy aki Eurotranszplantba bejut, akkor most ennek sem más dolga nincs, csak leírja, hogy milyen szervre van szüksége, és a szerv megérkezik. Ez teljesen másképp működik. Úgy működik, hogy 80%-át a transzplantációnak önerőből kell megcsinálni, csak 20% szervet lehet igényelni. Olyan szervből, amit jelen pillanatnak, ami nincs abban az országban, ahol kell a betegnek, valójában egységes listát kell összeállítani, ami ahol ez nem olyan várólista, mint amikor valaki elmegy csípőműtétre és fölírja magát, és tudja, hogy 2 év múlva meg lesz műtve. Ez egy olyan várólista, ahol mindenkinek egyforma esélye van, és bármikor, bármelyik pillanatban elhívhatják, amikor immunológiailag megfelel, akkor elhívhatják, hogy transzplantációra sor kerülhet. És ebbe a 20%-ban, ha kapunk szervet, mondjuk rá egy májat kapunk Magyarországról, B vércsoport májat, akkor ugyanazt a B csoportú májat vissza kell adnunk Magyarországnak abban a pillanatban, amikor először megjelenik Szerbiába. Még csak nagyon gyorsan adatokat arra vonatkozóan, hogy ugye én úgy mondtam, hogy majdnem 1000-en várnak új szervre Szerbiában, vannak-e pontos adatai? A tavalyi adatok azok olyanok, hogy 720 vesére váró beteg van, 35 szívre váró beteg van, és 30 beteg vár májra. Sajnos tavaly kevés transzplantáció lett megcsinálva Szerbiába, és 2010-es év volt, vagyis 13-es év volt a legjobb, amikor majdnem 100 transzplantációt csinálva. Nagyon-nagyon röviden, ez donorhiány, vagy pedig az egészségügy helyzete? Mind a kettő, a donorhiány is, meg az egészségügy helyzete. Donor először is a házat mindig az alapoktól kell építeni, donorközpontokat kell létesíteni, a Szabadkai Közkórház teljes mértékben erre megfelelő hely lehet, ahol donor tudunk biztosítani. Hát reméljük, hogy nem csak feltételes módban tudunk majd erről a közeljövőben beszélgetni. Köszönöm, hogy eljött. Én köszönöm a lehetőséget.
Nagyon sokat beszélünk arról, hogy milyen kevés gyerek születik Vajdaságban, Szerbiában, illetve a régióban. Egy vajdasági faluban azonban kivételesen nem okoz gondot a fiatalok elvándorlása. Ők ugyanis a településen maradnak és családot alapítanak. Ez a falu Szabadkától 17, Csantavértől pedig 5 kilométerre található, a neve Visnyevác, ahol az utóbbi években egyre több kisbaba születik. Fejtsük meg együtt, hogy miért is. Hétfő reggel 3:48 a 2 éves Nádja és a 4 éves Vasilije óvodába indul a nagypapával. Minden reggel ő vezeti el unokáit, a gyerekek apukája ugyanis dolgozik, az anyukának pedig ilyenkor más dolga van. A családi ház emeleti szobájában a 6 hónapos Novákra kell vigyáznia. A Kliakic család 3. gyermeke tavaly jött a világra. Mája az édesanyja Szabadkáról költözött Visnyevácra, és egyáltalán nem bánta meg, hogy itt alapítottak családot férjével. Szuprug mi od avde, i on je želeo da ostane tu, na selu, i onda sam se ja prilagodila. U početku bilo teško, naravno, dok se nisam navikla, ali sad kako vreme prolazi, deca i sve, teško da bi se opet vratili u grad. To jest ja. I o čemu se bavite? Pa oboje radimo u zdravstvu. U bolnici u Subotici i suprug i ja. On je tehničar, ja medicinska sestra i eto. Maján férjén és a 3 gyereken kívül a nagyszülők is ebben a házban élnek. A nagypapa időközben visszatért az oviból és elárulta, milyen feladatai vannak még az unokák nevelésében. Odvedem ih u zabavište, vratim ih tu u sankam i kad je ovo ono. A po prirodi posla, pošto sam ja neki lovočuvar tu, onda pričam im lovačke priče. A családi látogatás után az óvodába vitt az utunk. A gyerekek éppen reggeliztek, amikor megérkeztünk, Nádja és Vasilije is. A vegyes csoportba 4-től 7 éves korú gyerekek járnak, összesen 22-en. Vékony Vera óvónő 35 éve dolgozik az intézményben. Amikor elkezdtem dolgozni, nagyon sok gyerek volt, 30-as létszámú csoportok voltak, utána jött egy ilyen, hogy kevesebb lett, egyre kevesebb a gyerek, és most egy 2-3 éve újra növekszik a létszám. És ön szerint ennek mi lehet az oka? A fiatalok jönnek vissza a falura, szerintem. És mi az, ami a fiataloknak szimpatikus lehet a településben? Azt hiszem, hogy egy kicsit talán könnyebb az élet itt falun, hogy olcsóbbak a házak, több lehetőség van, földet tudnak kertet művelni, jószágot tartani. A 2016-os évben összesen 10 kisbaba született Visnyevácon. Az ovisok többségének is van testvére, Lénának például 2 is. A Kalina 4 éves, Dimke meg 1 éves. A Hunyadi János általános iskola kihelyezett tagozatának összesen 25 diákja van elsőtől negyedik osztályig. A felsősök az 5 kilométerre található Csantavéri iskolába járnak. A tanítónéni kamerán kívül elmondta, valóban több gyerek születik a településen az utóbbi években. Idén eddig 4 kisbaba érkezéséről tudnak a helyiek, de ez a szám még könnyen változhat. Arra a kérdésre, hogy Visnyevácra miért nem jellemző annyira a fiatalok elvándorlása, szinte mindenki ugyanazt válaszolta. Jobban főtalálják talán magukat, egy kicsit szabadabb, nem városban vannak, falun vannak, és akkor jobban főtalálják talán magukat. Nincs az szegénység talán, megterem egy kicsit a kertbe, ez az, és jobban talán főtalálják magukat. Blízuk ráda, ima dobra, saobraćajne veze, autóbuszi. Tako da tu se može živeti i raditi u gradu. A titok tehát a város közelségében és az olcsó ingatlanokban lehet. Egy 100-120 négyzetméteres házat nagy portával, kerttel 3000-től 5000 euróért vásárolhatnak Visnyevácon. A fiatalok többsége a mintegy 17 kilométerre található Szabadkán dolgozik, munka után pedig a nyugodt falusi élet várja. Akit eltalált ámornyila és biztos munkahelye, valamint szép falusi háza is van, nyilván gyorsabban adja be derekát a családalapításra. A visnyeváci példa legalábbis ezt mutatja. A mintegy 550-600 főt számláló település lakosságának 10%-a 10 évesnél fiatalabb.
Visnyevácot egyébként az első világháború után hozták létre a szerb hatóságok asszimilációs politikájának keretében. A magyar lakta Csantavér északi részére kizárólag szerb nemzetiségű telepeseket költöztettek. Akkor egy magyar sem élt itt. A faluban a magyarok aránya mára már meghaladja a 35%-ot, de horvátok és bunyevácok is élnek már a településen. Vendégem a stúdióban pedig Csányi Klára, szabadkai anyakönyvvezető helyettes. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Vannak-e olyan adataik, amelyek akár így településekre lebontva megmutatják, hogy hol mennyi baba születik? Tehát, hogy ez csak Visnyevácra jellemző, vagy pedig egész Szabadkán lehet örülni? Hát külön településre nem bontottuk le ezeknek a babáknak, az újszülötteknek a számát. Azért a mai világban a babák a kórházba születnek, tehát a környező településekről az anyukák ugye bejönnek a kórházba, és ott születnek a gyermekek. Az utóbbi években nem nőtt a pici babák száma, az újszülöttek száma. Amilyen tehát, hogyha Szabadka várost egybeveszük a környező falvakkal, minden egybe kell. Vannak biztosak olyan gyermekek, akik otthon születtek, de azoknak elenyésző a száma, és mondjuk azokat ott írják be például, hogyha Visnyevácon éppen otthon jön világra az a gyermek, azt Csantavérhöz tartozik Visnyevác, azt ott fogják beírni a születési anyakönyvbe, viszont a többi babát a kórházból azt mind Szabadkán. Mennyi baba születik egy év alatt Szabadkán? Egy átlagot, meg egy tendenciát nézve? 1400, így visszamenőleg utóbbi 5 évre ez állandó. Tehát 1440, 1438, tehát valahol itt van, és ha 10 évet visszamegyek, 2005-6, ott viszont 1600. Tehát egy picit azért visszaesett a gyerek vállalási kedv, de végül is nem olyan nagy mértékben, nem, mint mondjuk akár más községek területén azért tapasztalható. Beszéljünk arról is, hogy azért a gyerekvállalásnak van egy csomó, tehát a gyerekvállalást kísér egy csomó olyan dolog, népesedés, politikai intézkedés, amely kedvezően hathat ki, ezekről láthatunk a bejátszásokban is, de vannak olyan könnyítések is, amelyeket például a közigazgatás tud biztosítani, így Szabadka is csatlakozott ugye az e-közigazgatáshoz. Igen, igen, és most már elektronikus módon megy a babák bejelentése, ami azt jelenti, hogy a szülőknek nem kell megjelenni az anyakönyvi hivatalba, hogy bejelentsék az újszülöttet, amit eddig egyik szülő meg kellett, hogy tegyen. Házhoz kapják, tehát otthon megkapják a babának a születési kivonatát, tehát az anyakönyvi hivatal kapcsolatban van a közkórházzal, a rendőrséggel, tehát... És ehhez semmilyen külön kérvényt nem kell átadni, tehát nem, ez automatikusan? Nem, automatikusan, ahogy... tehát a kórház a bejelentőt küldi az anyakönyvi hivatalnak, ők elintézik a szokásos papírdolgokat, a beírásokat, utána továbbítják ezt a rendőrségre, a baba megkapja a személyi számát, és mikor ez mind lezajlik, akkor a kolléganők postázzák a születési anyakönyvi kivonatot, persze, és az állampolgársági bizonylatot a lakcímre. Úgy mondta, hogy évente átlagosan körülbelül 1400 csecsemő látja meg a napvilágot Szabadkán. Az elhalálozások száma hogyan alakul? Az is egy állandót mutat, tehát nincsenek nagy különbségek, viszont több, mint az újszülöttek száma, tehát 1953, elnézést, egy kicsikét félre informálom a nézőket, 1957 volt tavalyi évben, előző évben 2000, még egy évvel előbb 1950, tehát itt van 1900 körül, se nől, se csökken. Sajnos ez is egy állandó. Ezt, hogyha kivetítjük, akkor ez azt jelenti, hogy évente azért 600-zal csökken Szabadka város lakosainak a száma. Igen, igen, kevesebb baba születik, és ha bár az ember meleg szívvel vesz tudomást arról, hogy harmadik, negyedik gyereket is vállalnak a szülők, de kevés azoknak a családoknak a száma. Tehát annyira nem lesz több újszülött, hogyha van... hogyha nagy családosok, hogyha többen igen, vannak. Mert, hogy több nagy családos viszont, egyesület is igen, működik Szabadka területén, ebből az ember azt vonná le, hogy nagyon sokan bevállalják most már a többedik gyereket. De sokan csak egyet vállalnak.
Ez így az arányokat igen. nagyon eltolja. Beszéljünk még egy kicsit arról, hogy a házasságkötéseknek a száma hogyan alakul? Hát aztán évi 600-700 közt, tehát nagyon nagy eltérés nincs. A nagy eltérést, ha visszamegyünk egy 25-30 évet, ott igen, ott évente 1900-tól 1000 házasság kötetét Szabadkán. Itt viszont csak Szabadkáról beszélek, tehát itt nincs benne, mint az újszülötteknél a környező település, viszont ez az utóbbi években ilyen 6-700 közé szorult. És a válásokkal hogy állunk? Én nagyon nem szeretem ezt a kérdést. Válások mindig voltak és lesznek. Tehát azt mondjuk, hogy hogy a tavalyi évben volt 200 válás, az nem jelenti azt, hogy az mindig 2-3 éves házasság után történt, hanem lehet, hogy 30-40 év után, ami valamikor is volt, és nem felejtem el azt a régi könyvet, 1940-es, 42-es könyv, házasságkönyv, ahol bizony az házasságkötéstől eltelt egy hónapon belül be volt írva a válás. Tehát az valamikor is volt, viszont ugye a média hiányában erről az emberek kevésbé értesültek, most meg már mindenki. Köszönöm, hogy eljött hozzá. Köszönöm én is a lehetőséget. Olcsó csirkepárizsi, gyors pácolt főtt szalonna, tejet csak nyomokban látott sajt, ezeket az élelmiszereket veszik főként a szabadkaiak, és nem csak a szabadkaiak. A piacokon hatalmas a kínálat a külföldről behozott minőségtelen élelmiszerből. Az összetevőket és a szavatossági időt nem is igazán figyelik a vásárlók. A legfontosabb az alacsony ár. Hétfő reggel még a fű se nő a szabadkai tejpiacon. Az asztalokon alig van őstermelőktől származó házisajt vagy húskészítmény. Olcsó Magyarországról behozott tömegáru, azonban annál inkább. A vásárlók, ha bár tisztában vannak az összetétellel, mégis ezt veszik. Több ennek a szója, mint a hús átlagban, a tejnek még 90% a víz, leginkább. Szóval a rendes hús manapság már nincs. A pulyka párizsi, a baromfi virsli, a sajtok csomagolása igen csábító. Ha azonban megnézzük az összetevőket, nem igazán értjük, hogy mit keres benne a sertésbőrke, a módosított kukoricakeményítő, vagy a sok elbetű. Emulgálószer. Az árus szerint a vevők leginkább az ár alapján döntenek a vásárláskor. Nekünk lehet detálje, dali ma gluténa u szalámi, ili néma gluténa ima. Koliko ja znam, samo jedna vrsta od ovih jeftinih salama u Mađarskoj, da nema glutena, ostale sve imaju. A neko to gleda, neko ne. I tih mogu reći da ima sve manje koji gledaju, zato što na malte ne mi ta ispadne iz roka dok je prodam. Što nema glutena, zato je nešto skuplje. Nije nešto značajno skuplje, možda 20 dinara, 30 nego druga, ali eto, tako to ide. Persze olyanok is vannak, akik a hústermékeket a hentesnél, a zöldségféléket és a gyümölcsöket pedig az őstermelőktől vásárolják. Megnézem, hogy mit veszek. Nem mindig az olcsó a jó, sőt, hát na, nem szoktam mindig az olcsókat venni. Inkább veszek drágábbat is, kevesebbet. De mennyi is az a drága? A hentes üzletekben a füstölt szalonnára 6-700 dinár. A Magyarországról hozott pácolt szalonna 5-600. Vajdaságban termett házi sajtból 6-700 dinárért lehet egy kilót venni, míg a magyarországi kilója 5-600 dinár. Felmerül a kérdés, hogy érdemes-e ekkora árkülönbség miatt a saját és családunk egészségét kockáztatni. Vendégem a stúdióban Berta Berényi Tíme, a táplálkozási szakértő. Jó estét, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Ezek a különféle adalékok, ezek károsak az egészségre? Ezek bizony károsak, és egyre több, tehát az élelmiszeripari termékekben szinte mindegyikben található minimum egy, de inkább többféle adalékanyag, ami abszolút nem, tehát az ízre, arra, hogy tetszetős legyen, arra nagyon jó, viszont az egészségünkre nem.
együttes. Most ugye a szabadkai piacra látogattunk ki, ott készült ez a bejátszás, és hát jobbára Magyarországról behozott olcsó termékekre vonatkozott, viszont ezt elmehettünk volna akár valamelyik üzletbe is, ugyanazt a kínálatot találjuk, nem? Olcsó, drága, igen. Ez garancia? Igen, tehát az, amit feldolgoznak, és mindenféle adalékanyagokkal, sőt a termékekbe inkább selejt hozzávalókat tesznek, tehát például az... Mi az a selejt? Tehát az, ami már hulladéka, tehát mindent felhasználnak, hogy ne dobjunk ki, tehát hogy mindenből pénzt csináljunk, viszont az egészségünkre, a mi étrendünkre nem tesz jót. Tehát azok a húsfélék, aminek már a széleit, a végeit, az inas részeit is beletesz, illetve a bőrt is beleteszik például a felvágottakba, és hogy ez finom is legyen, tele teszik ízesítőkkel, ízfokozókkal, állományjavítókkal, sóval, ami megszívja magát vízzel, hogy súlya is legyen, teszünk bele fehérjet, gyanánt mondjuk rá szóját, ami nem hús, nem megfelelő aminosabb tartalmú termék. Tehát ezek mind tartalmazzák, benne találhatók ezekbe a felvágottakba, olcsóbb, megvesszük, finom is, viszont az egészségünk egy idő után kárát fogja benne. Milyen formában, tehát milyen károkat okoznak ezek a... Tehát kezdődhet akár egy egyszerű emésztési zavarokkal, de ugyanakkor az a sok-sok cukorbetegség, az a sok EPE probléma, májbetegség, és sorolhatnám szinte az összes betegségeket, vagy a szív, érrendszeri problémánk, tehát az adalékok sok esetben nátriumot tartalmaznak. Ugyanakkor sok sót is, tehát nátriumkloridot is bele tesznek ezekbe a termékekbe, tehát nagyon-nagyon sok nátrium kerül a szervezetbe, ami megterheli a máj, a vese működését, vizet von magával, tehát ha szervezetünk több, a szívnek több vizet kell forgatni a szervezetbe, hogy így egyszerűen mondjam, és ez megterhelő. Tehát nehéz az emésztésnek, nehéz a szívnek, szívmunkájának, tehát egy idő után kifárad a szervezet. És tápanyagot sem kap eleget a szervezet. És ugye, pontosan. Mert van tehát... mennyiségi, meg minőségi éhezés is. Hiába érezzük úgy, hogy jól laktunk, de lényegében semmi hasznosat nem adtunk a szervezetek. Van-e akkor alternatívája a csirke párizsinak? Mert hogy egyszerű és olcsó megoldásnak tűnik, kiszaladni a piacra, megvenni. Igen, sajnos kevés az időnk, és ezért nem vagyunk annyit a konyhában most már, de a természetes élelmiszerek, vagy az, amit mi magunk készítünk el, az lenne az igazi, az lenne jó az asztalra, a családnak, a vendégeknek. Nyilván most sokan azt mondják, hogy persze, igen, ha otthon lennénk, de nem vagyunk ott. Hogy oldható ez meg mégis? Akkor is... A piacon található nem csak ezeket az feldolgozott termékeket, amiben sok az adalékanyaga, hanem természetes, nem annyira feldolgozott kis termékeket például, vagy maga a tojás is egy olyan termék, ami fehérjét tartalmaz, egészséges. Persze nem kell túlzásba vinni, de az nincs feldolgozva például. Tehát akkor a feldolgozott élelmiszereket kellene kerülni lényegében. Igen, igen. És hogyha ezeket a termékeket elkerüljük, tehát vagy nagy mértékben csökkentjük, akkor az ízelés is más lesz, hiszen kevesebb sót, kevesebb adalékot viszünk be, az ízelelésünk is más, és akkor szívesebben eszünk mondjuk zöldségfélét, ami egy ilyen termék mellett íztelennek tűnik. Viszont a zöldségfélék nagyon sok rostot tartalmaznak. Igaz, hogy most már nem annyi vitamint, meg ásványi anyagot, mint régebben, de ha még ezt sem fogyasztunk, ennyit sem viszünk be a szervezetünkbe, akkor ne csodálkozzunk, hogy hiánybetegségek is kialakulhatnak. Jó, és akkor még azt szokták mondani, hogy jó, de akkor mivel lakjunk jól? Maga a rostos étkezés jó lakottságot is ad, és azt is el kell mondjam, hogy a vízfogyasztás is nagyon
csekély. Tehát elég folyadékot is, vizet is kellene fogyasztanunk ahhoz, hogy ezek meg akkor a teljes kiírlésű gabonatermékek. Ugyanakkor az egyszerű színhúsok, vagy az olyan mondjuk felvágottak, amelyek tartalmaznak színhúsokat és sonkás szalámi, csirke mellett, bujka mellett, tehát ezeket vagy tejtermékeket, házi tejtermékeket. És ezekből gyakrabban a kevés is elegedő és jó lakottságérzését nyújtok. Köszönöm szépen, hogy eljött. Ez volt már a közügyek. Köszönöm a figyelmüket. Holnap Juhász Gábor és Bakos Viktor várja majd Önöket 18:05-től. További szép estét!